Műszaki rajzok készítésénél nagyon gyakran előfordul az a feladat, hogy adott rajzelemek területét valamilyen mintával töltsük ki, rajzoljuk meg, azaz saffozzuk a területet. A folyamatot magát saffozásnak nevezzük, és a műszaki rajzban a saff az elmetszett anyag felületét jelképezi általában. Most megismerkedünk a saffozás lehetőségeivel alapszinten az autókedencelében. Ehhez rajzoljunk egy téglalapot, majd, hogy több funkciót ki tudjunk majd próbálni később, rajzoljunk egy körrajzelemet a téglalapba, majd ebbe rajzoljunk talán egy háromszöget. Ez lesz az alaprajzunk, amelyet ki szeretnénk saffozni, azaz mintával tölteni. A saffozás és a saff elemek is rajzolási folyamatok, és rajzelemek jönnek tehát létre. Tehát a saffok azok rajzelemek, ezért mindenféleképpen saját fólián célszerű elhelyezni ezeket a rajzelemeket. Hozzunk létre tehát két fóliát, az első fólia lesz a kontúr, a színe lesz mondjuk a zöld, a második fólia pedig lesz a saff, a színe pedig legyen a sárga, és most a kontúr fólia legyen az aktív, egyelőre őket át is teszem a nullás fóliáról. Nem szabad dolgozni a nullás fólián, ezt már fóliák fogalmánál, azok kezelésénél megbeszéltük, tehát magát a rajzot elhelyeztem a kontúr fólián, átmegyek most a saffra, hiszen beszeretném saffozni ezt a téglalapot. A saffozást a kezdőlapfül rajzolás panelján találhatjuk, és a jobb alsó sarokban látható az ikonja. Klikkeljünk rá, itt is megjelenik egy gazdag tooltip, szépen elmagyarázza röviden, hogy ez mire is jó, az ábra is magáért beszél. Nyomjuk meg a nyomógombját egér balgombjával, és ekkor benne vagyunk a saffozás utasításba. Vegyük észre, hogy a szallagon megjelenik a saffozás létrehozása a fül, és azon belül több panel látható. Először is az autókednek meg kell mondani, hogy mi legyen az a terület, amelyet ki szeretnénk tölteni mintával. Ezt kétféleképpen tudjuk megmondani neki, először azzal, hogy beleklikkelünk abba a területbe, amelyet ki szeretnénk tölteni. Ilyenkor az AutoCAD egy olyan algoritmust futtat le, mintha az üvegasztalunkra egy pohár vizet töltenénk ki, és ahol határvonalakat érzékel, azaz ami mentén nem tud lefolyni a víz, ott saffozási határvonalat definiál, és a határvonalak fogják meghatározni a saffozás területét. Tehát ezt a határvonalak kijelölésénél tudjuk megtenni a pontok kijelölése nyomógomba klikkelve. De még mielőtt megtennénk ezt, állítsuk be azt, hogy mi legyen a minta, amivel ki szeretnénk tölteni az adott területet. A leggyakrabban használt minta típus, főleg amikor ismerkedünk az AutoCAD-del, az a tömör. Több minta közül lehet egyébként választani. Ha rámegyünk a lefele mutató nyílra, a jobb alsó sarokba a minta panelen, akkor szépen tudjuk görgetni a mintákat, és grafikusan ki lehet választani azt a mintát, amelyet szeretnénk használni a saffozáskor. Most válasszuk ki a tömör mintát, majd ahogyan mondtam, menjünk a határvonalak definiálása a panelra, majd a pontok kijelölése nyomógombot nyomjuk meg. Vigyük a szárkeresztet a saffozandó területre, és már mutatja az AutoCAD, ha itt klikkelnénk az egér balgombjával, mi lenne az a terület, amit besaffozna. Szépen ugye a határvonalakat fölkereste automatikusan, ha nekünk ez megfelel, akkor természetesen klikkeljünk az egér balgombjával. Majd az Enterre tudjuk rögzíteni magát a mintát. Készen is vagyunk, elkészült az első saffozásunk. Ha ráklikkelünk magára a mintára, akkor megjelenik rajta egy fogó.
ennek a fogónak a segítségével úgymond meg lehet nyújtani a mintát, lehet látni, hogy azért tudtuk vinni magát a SAF objektumot, amelyen számos egyéb fogó jelenik meg, lehet a mintát magát szerkeszteni, ennek általában nem sok értelme van, de szépen szemléltetni, hogy igenis a SAF-ozás is egy rajz elemet, összetett rajz elemeket, azok csoportját hozza létre. A Dell billentyűvel tudjuk kitörölni. Azt is megfigyelhettük, hogy magát a kört és annak belső részét nem sraffozta be az AutoCAD, ez a szigetkeresés algoritmussal függ össze, majd erről egy kicsit később beszélek. Van egy másik határvonal kijelölési módszer is, ez pedig az, amikor magát az objektumot adjuk meg az AutoCAD-nek, itt a kijelöl nyomógomba, tehát határvonal objektumok kijelölése nyomógombra klikkeljünk rá, megjelenik a kijelölő doboz, és ha most magát a téglalapot megadom, akkor bizony nem veszi figyelembe a belső rajzelemeket, az egész téglalapot ki tudom sraffozni. Dell billentyűvel, ugye ha kijelöljük, akkor vissza is tudjuk törölni a sraffozást. A lényege a sraffozásnak ez. A későbbiekben ezt még finomra fogjuk hangolni, és pár tippet elmondok. Nézzük még meg, mielőtt tovább mennénk, hogy milyen minták közül lehet választani. Ugye itt a minta panelen lehet őket kiválasztani. Válasszunk ki egy mondjuk ANSI 31-es mintát, ez szabványos minta. A pontok kijelölése opcióba menjünk be, majd megint sraffozzuk be a tégla lapot. Az egér bal gombjával rögzítem magát a mintát. Nos, ez kísértetiesen hasonlít a tömör mintához, pedig mi nem azt adtuk meg. Nagyítsunk rá egy kicsit, és láthatjuk, hogy bizony a zoom faktortól függ a mintának a láthatósága. Ugye, ha nagyon messze vagyunk, akkor összefolynak a minták egy tömör alakzattá kitöltésé, viszont ha bele nagyítunk, akkor maga a minta már elkezd látszani. A lényeg tehát az, hogy bizony a mintákat a rajzunkhoz kell igazítanunk, azaz meg kell adnunk a léptékét ugyanúgy, mint a vonal típusoknál. Klikkeljünk most kétszer rá a sraffozásra, és be fog jönni a gyors tulajdonság ablak. Itt a léptéknél az egyes érték van, ez az alapérték, ezzel szorozza be magát a mintát az AutoCAD. Ha most ide beütöm azt, hogy 10, akkor már elkezd látszani szépen a minta, ezt még növelem egy kicsit tovább, mondjuk 15-re, vagy éppen 20-ra, és azt hiszem, hogy ez már egészen kellemes a szemnek, tehát hogyha ezt a rajzot szeretnénk létrehozni, és így kinyomtatni, akkor akkor a mintának a léptékét meg kell emelni. A mintáknak nem csak léptéke van, hogyha előbb a párbeszéd ablakot figyelte valaki, hanem bizony van egy szögérték is, ami nulla. Azaz el lehet forgatni a mintát, ha beütöm ide azt, hogy 45, akkor ugye függőlegessé vált maga a minta, hiszen 45 fokos volt a dőlése alapértelmezés szerint. Ha most beírom ide azt, hogy 90, akkor pedig a másik irányban dőlnek a vonalak, azaz a mintát megint csak testre tudjuk szabni. Ezzel a két tulajdonsággal, hogy szög és lépték, nagyon rugalmasan lehet a mintatípusokat kezelni, és a rajzunkhoz igazítani őket. Ezt nem szabad elfelejteni. A sraffozásnak van egy másik tulajdonsága is, mégpedig az, hogy asszociatív vagy nem asszociatív a sraffozás. Ide most rajzolok egy másik ábrát, hogy ezt szemléletesen be lehessen mutatni. Mondjuk a vonallánccal létrehozok egy valamilyen alakzatot, így mi. Őt fogom magát besraffozni, rámegyek. Legyen itt a minta megint, megvan, és itt van a lényeg, azaz a beállítások panelnál, hogy asszociatív vagy nem asszociatív a sraffozás. Ha asszociatív, akkor amikor a kontúrvonal frissül, frissül vele a minta is, azaz dinamikus a sraffozásunk. Ha pedig nem asszociatív, akkor figyelmen kívül hagyja a határvonalak változását az AutoCAD. Alapértelmezésben asszociatív, most szépen ki fogom sraffozni. Ütök egy entert, hát igen, ez egy tömör mintának tűnik,
meg fogom változtatni a léptéket, ugyanúgy, mint előbb, 30, csak hogy szokjuk, ugye, a beállításokat, és ha most rámegyek a határvonalra, és valamelyik fogóját arrébb húzom, akkor lehet látni szépen, igen, ez nem működik, akkor lehet látni szépen, hogy a minta megy vele. Ugye az előbbi esetben, amikor eltoltam tulajdonképpen az egyik él elemet, nem tudta a rendszer kikövetkeztetni, tehát ebbe az esetbe, hogy hogyan is kellene safozni, mert, majd erről megint csak beszélni fogok, egy hézag, rés jelentkezik a kontúrvonalba, és ezt nem tudja a rendszer feloldani. De ha nincs ilyen hézag, akkor magát a safozást végre tudja hajtani, és így a minta asszociatívként viselkedik, hiszen követi a határvonal változását. Nézzük meg azért a rend kedvéért, hogy mi van akkor, hogyha a minta nem asszociatív, elképzelhető, hogy erre is szükségünk van. Itt most nem fogom változtatni a mintának a léptékét. Arrébb tettem a kontúrvonalat, és a minta nem követte. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, amit ismernünk kell. A sziget kezelésről már beszéltem egy picit. Most nézzük meg ezt röviden, egy kicsit részletesebben. Menjünk megint csak bele a safozásba. És itt a beállítások panelen lehet a sziget keresést beállítani. Ha a legördülő menüt előcsalogatjuk, azaz magát a panelt kinyitjuk, ez a pontos a megfogalmazás, akkor látható, hogy külső szigetkeresés van. Itt a combo boxot, hogyha megint le fogjuk görgetni, akkor láthatjuk, hogy van normál szigetkeresés, külső szigetkeresés, szigetkeresés figyelmen kívül hagyása, és a utolsó, hogy nincsen szigetkeresés. Az ába egyébként nagyon szépen megmutatja a egyes szigetkeresési opciók működését, tehát a mi esetünkben ugye a téglalap belső része lesz besafozza, valamint a középső rajzelem. Tehát legyen most a normál szigetkeresés bekapcsolva. Menjünk a mintára, most szolidra teszem a kitöltést, pontok kijelölése, ide klikkelek, Enterre rögzítem, és lehetett látni, hogy igen, a téglalap és a belső három szög lett besafozva. Nézzük meg ezt egy másik szigetkereséssel. Ide jövünk, beállítások, külső szigetkeresés, pontkijelölés, így mi. Ezzel dolgoztunk eddig, tehát akkor már a körön belül nem keres szigetet az AutoCAD. Jöjjön a következő. Ugye, ami a szigetkeresés figyelmen kívül hagyása, ilyenkor pedig az egészet be fogja saffozni a rendszer. Tehát röviden a szigetkeresésről ezt mondanám el, célszerű a normál értékkel hagyni ezt az opciót, hogyha nem okoz gondot. Egy utolsó dologra hívnám még fel a figyelmet, és egyébként kisebb érdekességre is, hogyha rajzolunk például vonalakkal, vagy vonallánccal kontúrvonalat. Ugye majd később az a tervünk, hogy be fogjuk safozni, akkor mindig törekedjünk arra, hogy a vonalak egy pontban, közös koordináta pontban csatlakozzanak egymáshoz, mivel hogyha rés van a kontúrvonalak között, vagy azokon, akkor maga a safozási minta úgymond kifolyik, mint ahogyan a víz is lefolyik az asztalról, ha nincsen körbe szegve, szegélyekkel építve, és így nem tudja értelmezni az AutoCAD maga a safozást. Na most, az elmondottakkal szemben, ha most megint belemegyek a safozásba, és megadom ezt a területet, mégiscsak szépen be fogja safozni a rendszer, pedig láttuk, hogy itt bizony hézag van. Azért, mert az AutoCAD bizonyos mértékben a safozás működését függővé teszi a zoom tényezőtől is, mert ha most kitöröm magát a mintát, akkor azt láthatjuk, hogy bizony ebből a nézetből ez a kontúrvonal tömörnek, tehát folytonosnak látszik, nincsen benne úgymond szakadás. Viszont, hogyha nem ilyen nézetben vagyunk, és ha nagy a rajz, akkor elő is fordulhat ez, tehát nem látszik az összes vonala, azaz innentől kezdve nem látja, idézőjelbe téve ezt,
az autóked a kontúrvonalakat, hanem csak a koordinátákkal számol, akkor azt fogja nekünk mondani, hogy bizony, itt valami gond van, meg is jött az ablak, nem sikerül meghatározni egy zárt vonalat, azt mondja, hogy frissítsük, vagy regeneráljuk ugye magát a modellteret, ez egy jó ötlet a legtöbb esetben, bezárás, és nézzük csak meg. Rajzolt nekünk két pontot, az egyiket, ha megvizsgáljuk, hát itt ugye pontosan rajzoltunk, ez itt igazándiból valószínűleg betippelte csak az AutoCAD, de itt azért azt láthatjuk, hogy igen, ez a piros karika valóban egy hibát jelez, ki kell javítani. Regeneráljuk a modellteret, vagy lépjünk ki majd a saffozásból. Így mi, eltűntek a pöttyök, javítjuk ki a hibát, és most már megpróbáljuk az előbbi állapotot elérni. Reményeink szerint be lehet slaffozni a mintát, igen, sikerült is. Tehát, amire oda kell figyelni, hogy pontosan kell rajzolni, mert ha nem pontosan, koordináta helyesen illeszkednek a rajzelemek egymáshoz, akkor bizony már slaffozásnál is gondok adódhatnak. Ha valamilyen oknál fogva úgy tudjuk, úgy látjuk, hogy minden pont egy pontban, tehát azonos pontban, tehát minden rajzelem azonos pontban, pozícióba csatlakozik egymáshoz, tehát nincsen szakadás a kontúrban, akkor célszerű egy kicsit megmozgatni a modellteret, ilyenkor az AutoCAD regenerálja automatikusan. Érdemes lefuttatni a regen utasítást, amellyel megint csak a vektoros modellteret újraépíti az AutoCAD, és megpróbálkozni újra, és ami még egy nagyon jó tanács, és sokszor beválik, hogy fontos, bár egy vektoros rajzrendszerről van szó, de mégis fontos, hogy az egész kontúrvonal látszódjon a képernyőn, mert ilyenkor tud még hibákkal együtt is slaffot készíteni a rendszer. Tehát nem csak a pontok koordinátáival számol, valószínűleg akkor dolgozik így az AutoCAD, ha nem látszik az egész terület, de ha látszik, akkor olyan algoritmussal dolgozhat valószínűleg a rendszer, mintha itt a kurzor pozíciónál belekezdenénk tölteni a mintát, és elkezdene szétfolyni a modelltérbe, pixelről pixelre követve, és ha beleütközik egy zöld pixelbe, és bizony pixel szinten ez egy zárt határvonalat jelképez, akkor meg tudja határozni az AutoCAD a saffozási mintát. Nézzük ezt meg, most megpróbálok egy kicsit nagyobb hibával dolgozni. Hát igen. Nehéz hibázni az AutoCAD-be egyébként, meg kell érteni, ha dolgozni. Tehát elég nagy a hiba, most látszik, valószínűleg nem fogja tudni, azért ez, és ugye azért sem, hiszen maga a hézag is látszik ebből a nézetből. Az regent beütöm, most arrébb megyek, tehát távolabb, jobban mondva eltávolodok, és megnézzük, hogy mit mond most az AutoCAD, és most sem, tehát azért ez már egy komoly hiba. Jó, megpróbáljuk ezt, és ezt már megcsinálja. Tehát azért kisebb hibákkal, hibatűrésekkel tud dolgozni az AutoCAD, de ez nem jó módszer, mindig a pontos rajzolásra kell törekedni. Röviden ennyit kell tudni első körben a slaffozásról, természetesen még sok minden elmondható róla, de azt gondolom, hogy ezt már mindenki önállóan képes felfedezni az AutoCAD rendszerében.